Közben azonban többek véleménye szerint a polgárháború felé sodródik Afganisztán. Az utóbbi napokban tálib ellenes megmozdulásokról érkeztek hírek több városból. Kabulban ma levegőbe leadott lövésekkel oszlatták a tüntetőket, és újságírókra is rátámadtak már a tálib fegyveresek, és még mindig nem tudták elfoglalni az utolsó lázadó tartományt, Panjshirt. Üdvrivalgásban törtek ki a tálib fegyveresek, miután benyomultak Panjshirba vasárnap. A Kabultól északkeletre fekvő, magas hegyekkel övezett tartományban hetek óta heves harcok dúltak a tálibok és a helyi ellenállók között. Hétfőn már tálib lobogó lengett a tartományi kormányzó hivatal épületénél. Szóvivőjük Zabihullah Mujahid pedig bejelentette, a tálibok immár ellenőrzésük alá vonták az egész országot, a háborúnak vége. A talibántól független hírforrások szerint azonban továbbra is folytatódnak a harcok Panjshirban. Ahmad Massoud, az ellenállók vezére pedig egy hétfőn közzétett hangfelvételen népfelkelésre szólította fel az ország lakóit. A Panjshir völgyet leszámítva az ország többi részében kemény, egyes források szerint véres kézzel tart rendet a talibán. Kedden fegyverdobogás rázta meg a fővárost, Kabult is. A tálibok figyelmeztető lövéseket adtak le, hogy szétoszlassák a tüntető tömeget. A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy az emberek fejvesztve menekülnek. A demonstrálók az ellenállókat éltették, és Pakisztán ellenes jelszavakat skandáltak. Szerintük a tálibokat a szomszédos Pakisztán segítette hatalomra, ám ezt a pakisztáni kormány határozottan tagadja. Elítélték a tálib uralmat, és a nőknek több, a nyugati világhoz hasonló jogokat követeltek. A tálibok azt ígérték, hogy a törvények adta határok között biztosítanak jogokat a nőknek. Ennek bizonyítéka szerintük az is, hogy a hétfőn megnyitott afgán egyetemek fogadták a női hallgatókat is, ami a korábbi tálib uralom alatt elképzelhetetlen volt. A nemek közti különbségtétel azonban része az oktatási rendszernek. A nők a férfiaknál korábban külön bejáraton mehetnek be, és nem lehetnek velük egy helyiségben. Ha ez nem megoldható, függönnyel választják el a férfiakat a nőktől. Ez nem mindenkinek tetszik. Azelőtt együtt tanultunk, diáktársak voltunk, de ez a függöny most borzalmas érzéseket kelt bennem, panaszolta ez a fiatal lány. A lányoknak az iszlám törvényei szerint kötelező fekete fejkendőt és az egész testüket eltakaró fekete ruhát viselniük. Ez egyszerűen abszurd. Számunkra most minden véget ért. Sokan elmentek, magányosnak, kétségbeesettnek érzem magam, mondta szomorúan egy diáklány. Hosszú idő után ismét kinyitottak a bankok is Kabulban, de már napok óta hosszú sorokban várakoznak az emberek, hogy kivehessék a pénzüket. A tálibok ugyanis a valuta hiány miatt korlátozták a készpénzfelvételt. Egy héten nem vehetünk fel 200 dollárnál többet a bankokból, így utalni sem tudunk, mondta egy férfi. A korlátozás miatt a vállalkozások nem tudnak fizetni az alkalmazottaknak, az embereknek pedig nincs pénzük élelmiszert vásárolni, vagy kifizetni a kórházi kezeléseket. Az ENSZ szerint Afganisztánban humanitárius válság fenyeget, több millióan azonnali segítségre szorulnak. Afganisztánban az összeomlás szélére kerültek az alapvető szolgáltatások. Az élelmiszer és az életmentő segélyek hamarosan elfogynak, figyelmeztetett a hivatal szóvivője, aki gyors és nagylelkű támogatásra kérte a nemzetközi adományozókat. A jövő héten adományozó konferenciát tartanak Genfben annak érdekében, hogy azonnali forrásokat biztosítsanak az afganisztáni humanitárius műveletekhez.